Újra gyermeknapozhattak a legkisebbek a Zöldfa úti óvodában. Helyszíni riportunk következik. Köszöntöm nézőnket a Zöldfa úti óvodában, Halsányi és Szabó Ilona tanítóvezetővel beszélgettünk a gyereknapról, hiszen azt gondolom, hogy nagyon várták, hogy megtarthassák rendes körülmények között. Igen, nagyon örülünk neki, hogy most már minden rendezvényt meg tudunk tartani. Igaz, ez a rendezvény most egy kicsit más, mint az a megszokott, hiszen évek óta, évtizedek óta a nyárnyitogató rendezvényünket családi gyermeknapnak szoktuk megrendezni, de most úgy gondoltuk, hogy az elmúlt időszakban volt a csoportok számára a tanévzáró ünnepségünk is, amelyre a szülőket már beengedtük, hogy most ez a rendezvény szóljon inkább csak a gyerekekről, hiszen még azért a járvány itt van közöttünk, és tehát még be kell tartani azokat a szabályokat, hogy maszkban lehetnek a szülők, és nem lehetne olyan élvezetes, mint egyébként. Így a gyerekekkel közösen egy felejthetetlen délelőttet szerveztünk számukra. Mi minden feladat volt, vagy milyen lehetőségeket kaptak az óvónéniktől? Mindenképpen mozgásos játékokat próbáltunk nekik szervezni, népi gyermekjátékokat, célbadobókat, ugrálókat, kirakókat. Emellett ugyanaz a kézműveskedés is megjelent, pillangókat készíthettek a gyereket, amit utána röpködhettek, valamint egy közös tánccal, egy közös játékkal is vártuk őket, valamint a nap végén pedig az óvónénik egy mese jelenettel kedveskedtek a gyerekeknek. Mi volt ez a mese? A Répa című mesét dramatizáltuk el a gyerekeknek, klasszikusan. Tehát most azért a nyári időszakban inkább a vidámság a főszerep, és ez a mese a vidámságával, egyszerűségével alkalmas volt a délelőtt zárására is. Itt azért beszélgettünk már több alkalommal, hogy ideálisak a körülmények ahhoz, hogy minden csoportot hermetikusan is, ha kell, el tudjanak zárni egymástól, az udvaron is. Igen, a hatalmas udvarunk alkalmassá teszi azt, hogy több felé elvigyük a gyerekeket. Az előkert, a hátsó kert akkora, hogy a gyerekek gondtalanul el tudnak benne szeparálódni, illetve megtaláljuk azokat a mozgásos játékokat, egyéb foglalkozásoknak a szintereit. Itt alkalmas a teraszunk, az udvarunk, nagyon sok fánk van, ami az árnyékolást lehetővé teszi, és megfelelő környezetet tudunk teremteni a gyerekek számára. Itt említette, hogy már több olyan rendezvényünk meg volt, ahol elbúcsúztak a iskolába menő gyerekektől. Hányan mennek iskolába? Jelenleg 12 gyermek megy iskolába, és őket megfelelő körülmények között minden csoport a saját nagycsoportosait tudta elbúcsúztatni a szülők jelenlétében.